Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és üdvözlet titeket újra a Green Hell-ben. Volt hozzá frissítés, a tegnapi napon szedtem le. És elkezdtem egy kicsit játszani a játék, aztán valami történt. Mindegy, és eltűnt ez a rész. Nem sokat hallottam elő a történetben, sőt semmit. Próbáltam egyébként csak építkezni. És szerencsétlenkedtem, de hát ez ennyi. Hogy most onnan folytatjuk, ahol kb. Egy órája abba hagytam. Úgyhogy, mindegy. Szerintem, hogy újra kell csinálni mindent. Tehát, igazából a lényeg az, hogy kicsit felveszek a fényerőt, hogy így egyel. Szerintem így egész vállalható és tűrhető. Tehát, ezt kezdtem el ide építeni, ez egy ilyen kis, nem tudom micsoda. És kb. Ennyi, amíg igen, a karaktert akartam, hogy aludjon. Mert, hát, elég sötét van. Itt mindig szakad az eső, úgyhogy ez így csodálatos. Igen. Csóri megint szomjas. A lényeg az, hogy ide csináltam egy ilyen... csapdát. Hogy... meg át fogom helyezni a bázist ide. Így erre a részre. Ott egyébként vannak ellenfelek. Sétálgatnak a túloldalt. Még átjönni nem jöttek ide, úgyhogy addig jó. A bázisokat úgy nagyjából... nem eltűnt a izé. A bázisokat nagyjából megtaláltam. Az arra volt hátul. Ott vannak az ellenfelek. Ott sétálgatnak a túlparton. Zavar ez a sok kucó. Abban a szempontból bármikor lehet itt ellenfél is, vagy puma, vagy mit tudom én, micsoda. Jobb esetben nem szabad egyébként a dzsungelbe felvenni ezeket a dolgokat. Én azért nem fogok. De jó, van rajtam pióca. Jó, megint szakad az eső, ki hitte volna a dzsungelben. Igazából izéért indultam el. Keressek kókuszt. Jó. Szereztem vizet, mert ez szomjas. Viszont szükségem lenne kókuszra. Dióra, konkrétan. Ja, ez nem, ez zöld kókusz. Ez nem. Ezt én lőttem, ezt nem látszok, én lőttem le onnan a föntről a fáról. Azt hittem, hogy jó lesz, de rájöttem, hogy mégsem. Tehát olyat kellene keresni. Olyat kéne keresni, ami már le van esve a fáról. Jól van. Van, úristen, több mint 70 kiló vagyok. Begyűjtjük. Retkes vagyok.
Nem tudok gyorsabban menni a felvett húsok miatt. Ez izgalmas. Ennyire tudok. Mosakszom. Hát vannak a indiánok. Az a baj, így gyorsan elfárad a karakter, hogyha mondjuk így futok. Szomjas is, de ez a húsra viszont szükség van. Ide mondom, ide át fogom rakni a bázist, ide mindenféleképpen. Ha már most akkor itt járok, akkor elkezdek egy alapot lerakni. Mert ez itt pont jó lesz. Felépítem majd. Mert sokat egyszerűbb lesz itt majd tényleg a víz közelében bármit is csinálnom. Konkrétan. Tehát, igen. Nézd, hogy mennyire bugol még a háttér. Igen, ezt az előző részben is elmondtam, hogy kipróbálok egy új dolgot. Hogy az Nvidia Broadcast az mikre képes. Tehát, hogyha nem beszélek, akkor nem kapcsolja be egyáltalán a mikrofont, illetve AI szűri ki a hangot, tehát hogy itt még itt orrot fújhatok közben is, és akkor is leszedi a... Aha, hát igen. Leszedi a hangot, tegyük fel. Illetve a videó többfajta dolog van, hogy nincs háttér, illetve tehát nincsen zöld háttér, most igazából van zöld háttere, meg van világítás, most minden, csak nem akartam felállítani. És aki nem akarja felállítani, meg ilyenek, vagy aki nem is akar venni, annak ez a megoldás tökéletes, hogy a maga a videókártya ezt megcsinálja helyette. Kiszedi a hátteret. Meg ugye nem tudom, hogy mennyire érezhető az, hogy nem laggol a kamera, tehát úgy értem, hogy 60 FPS-re van, hát 60 FPS a kamerának a... Gondjál meg. A fehérje, jó, hát igen. Ez a pekari húsok, ezek nagyon jók. Feltesszük őket száradni. Papagáj húsi. Amit meg fogunk sütni. Illetve teszek ide vizet, mert mindjárt meg szomjan döglik. Emberünk. Itt a csonta az, ami nagyon nehéz. De itt a faluban szerintem lerakom, itt nem fog eltűnni. Inkább is remélem. Jobb esetben. Hogy nem fog. Hát... Még karcsú. Kéne nekem két ilyen, mert akkor tudnék gyűjteni vizet. Megítatom bele ezt is. Na nézzük. Hát félig sikerült. Szerezni még kéne még vizet. De a húsokat nem szabadna itt, hogy mindjárt készen vannak. Úgyhogy egy napig még tudom őket fogyasztani. Azért jó egyébként a szárítás, látod, nagyon sokáig tart. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ott, ha rajta hagyod a szárító, nem romlik meg. Ha viszont itt hagyod a tűz mellett a húst, akkor viszont...
Megég. Hú, ebben sok zsír van, ez jó. Jó, jó, egész jól haladunk. Akkor még szerezni kéne vizet. Aj, arra. Meg még kókuszt. De olyat, ami le van már esve, nem amit én lőttem le. Ugyebár. Egyébként ezt a játékot, tudom, sokszor mondtam el, de ha valaki csak most kattintott erre a videóra, akkor négyen lehet egyszerre játszani. Tehát ami valakinek vannak barátai, vagy ha nincsenek barátaid, akkor majd szerezzé. Vagy itt tudsz szerezni egyébként. Akár. És, mert egyébként nagyon jó. Élvezetes együtt barangolni, csatangolni, meg minden. Meg túlélni, mert ez egy túlélő játék, ugyebár. Úgyhogy... De mindenféleképpen szükségem ide is tűz. Aha. Ah. Ide is tűzre. Ma átteszem ide a bázist. Ez annyiban lesz nagyon jó, hogy nem kell mindig visszamendegetnem a izéhez. És teszek ide majd szárítót, meg mit tudom én ilyeneket. Gyűjtögetek magamnak botot. Egyszer egy hosszú bot, kétszer. Nincs itt hosszú bot, de itt van. Háromszor. Jó, hát. Kéne még egy. Ó, ott van egy csomó izé. Mert termelünk szépen banánt. Meg amik itt járkálnak vademberek, azokat le kéne nyilazni a picsába. Jó, hát ez ilyen. Pekari hús az jó zsíros, úgyhogy azt még... csak ilyen... kis botok vannak. Ezeknek meg csinálunk majd tárolót. Meg szerintem ezeket én itt levágom, mert zavarja a szememet. Na, hosszú bot, tessék, csak kívánnom kellett. Ja, tényleg az még ilyen lassan, mert tényleg sok benne a táskámban a csont. Csontból egyébként... jó, szuper. Erre kéne egy tető. Miért nem lehet? De már belemenne a másik izébe. Ó, hogy... jó, ez biztos, akkor ide egy ilyet. A mögé nem tudok. Nem, majd néha be szokott bugolni, szóval nem probléma. És akkor... bebugoltatjuk. Addig is. Egy sártetőt szerintem. Vagy az tudod, hogy túl hosszú. Most egyelőre nem. Hanem azt le kell szoknom, hogy mindig menjem az eszket. Sárkeverőt. Megláttam a benszülötteket, és azok ugye bántanak, és azok pont innen a látásomban megláttam. Látásomban megláttam. És betoltam egy pillanatra, hogy ide jönnek.
Mert akkor előket... Már vettem volna elő a nyilat. Jó. Szóval. Igen. Szerintem pálma vagy banánlevél legyen. Majd egy csomó pálma. Ez is pálma levél. Annyi van itt, mint égen a csillag. Kell még? Na jó, van akkor. Van még? Van. Jó. Szuper. Ú, igen, tudom, mit fog még csinálni? Vízgyűjtőt. Az viszont nagyon kell. Mert van bambusz, meg simán vízgyűjtő. Vízszűrő, bambusz vízszűrő. Hosszú bot? Melyiken ennyi hosszú bot? Tettek vele egy kis izét. Jó, hát víz kéne még, meg zsír. De amúgy, hogy oké, eddig okék vagyunk. Üres a kulacs. Ezt megtöltjük szépen itt vízzel. Jó. Hát akkor hosszú botot kell gyerekek keresni. Hát gyorsan itt egy is, kettő. Ja, igen. Felejtettem, hogy olyan. Jó, mindjárt kidobom egyébként a táskából. Egyébként azt tudom, hogy addig nem jönnek benszülöttek talán, amíg nem gyújtok tüzet. Nyilván a tűz az elárulja a helyzetemet. Ha már is könnyebb. Tán. Na szóval. Deszka. Ez mindig jól jön. Hosszú bot. Így van. Deszka, nem. Kéne még egy hosszú bot. Még egy hosszú bot. Ess a házra! Így van. Ugye csinálj nekünk egy ilyen tárolót is. Banánlevél az! Honnan szerezett neked banánlevelet? Ez is pálma. Azért jó. Az is pálma. Csak pálmák vannak, tesó. Az itt pálma, oké. Okay. Itt lehet vinni hatot. Hat csak elég már, nem? Aha, meg ahogy azt én elképzeltem. Há nem. Ugye? Egy van. Még.
Úgyhogy... És... Na szóval. Üde sötét van most már. Ezeknek is van egy ilyen gyűjtője. Jó, csak itt letisztítottam itt a terepet. Egész jól letisztult. Ahhoz képest, hogy milyen volt. Jó. Ide... Nyilván lehetne csinálni még dolgokat bőven. Hát elég szegényes a felhozatal. Aha. Sár zuha... Igen. Hát igen, ezek jók, ezek az állványok, igen. De egyelőre nem. Ott egy izé. Pók. Jaj. Mit csinálsz ott, kutya? Mit csinálsz ott az asztal alatt? Hát nem hagysz békén? Pici. Miattad bagolok, kutya. Nevet köztes le, ha egy mód van rá. Na váltok. Csak hogy ő is, hogy lássa, hogy mit csinálok, mert nagyon szereti nézni. Na. Ne menj fel az asztalra. Picike. Hogy? Úgyni. Na, így most már túl ülön az elembe. Na szóval, oda tudtunk? Igen. Hogy. Közelebb is jövök. Na szóval. Nem annyira mozgékonyozok. Na, tehát ott tartottam, hogy. Csinálni kell majd ilyen sárdagasztót, azt mindenféleképpen. Mert az, na. Egy. Na. Mert az nekem szükségem van rá. Szükségem. Nem látok, nem hallok. Beakadt a füles. Na nem baj, mi van? Mi van, kutya? Sips. De hol van ez a sárdagasztós? Ja, itt van, sárkeverős. Szomó.
Ja, hogy rönk kell 4 darab. De jó. De szépen világít a hold. Nos, azt nézi, hogy én mit csinálok. Zavart, hogy mindig be akarja vágni a háttérbe azt a fehér izét. Úgy inkább eldöntöttem. Már így legalább annyira engem nem zavar. Tetszik neki, hogy engem lát. Na mindegy. Jó, tehát... mi van? Kicsit lejjebb vettem, mert zavarja a szememet. De nem titeket annyira nem. Nincs behetje majd a fehér egyensúlyt? Na jó, van-e? Ne! Célzásban jó, nagyon jó vagyok. Ez a inog jobbra-balra, aztán azért. Na mindegy. Rönköt fogunk itt, ezt ki is szedem. Jaj, ne! De még ráütött egy utolsót, az közben rá sem mentem, hogy izé üsse rá, na mindegy. Valahol itt van egy kaka. Hallom, hogy döngnek közötte legyek. Dongnak. Nagyon kéne egy, egy pálm, egy kókusz amúgy. Azért jövök át, itt van egy csomó kókusz, tehát itt lennie kéne valahonnan. Itt, mint hogy egy pálmafák vannak aztán. Az a baj, erre járkálnak a izék, azok a... Azok a genyók. Jó van akkor. Ma már rajtam vannak a izék, hogy hívjákok. Jaj, ne aludj! Ne, véletlen volt. Örülök neki. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon jó zsíros is volt, és itt van már is a kókusztál. Ugye itt azért jó, mert ide lakom alá. És esik az első sláfék, milyen gyorsan telítődik. Ez nagyon jó. Azt csak egy pár másodperc, aztán megint tele lesz izével. Ezt kiöntöm. Van benne víz. És teszek még bele friss vizet, és akkor azért jó, mert akkor így átszűrődik, és lesz... Megyek felfedezni, lesz friss vizem.
Nagyon jó. Már lassan teljesen. Tele van a szomjúságosságom. Na, ez egy nagyon jó ötlet volt. Jó. Akkor tovább folytatom a fakivágásokat. A sárból akarok már csinálni sártetőt, meg ilyeneket. És akkor fogok tudni így ezáltal csinálni még tetőt erre a cuccra. Az ürüléket azért vettem föl. Érdemes mindig fölvenni, mert nagyon jó kis... Azzal lehet megtrágyázni, hogyha csinálunk izét. Mindjárt mondom, ugye mi is ilyen cuccokat. Ajajaj, tele vagyok. Több cucc van nála, mint kéne. Jó. És akkor... kéne még ide négy rönk, ugye? Ezeket is amúgy meg lehet sütni. Ezeket a csigákat. Nem a legszebb dolog, de hát, na. Meg én is csinálok ide majd izét. Szárítót. Lehetsz ezt szétütni? Nem. Mert akkor már szétütött lehetett volna. Ígyni. Még rönköt kell gyűjteni. Tudom, ez nem lesz elég rönknek, csak között tisztítom a terepet. Hú, de gyors. Csak kettő? Az hogy lehet? Na hát mindegy, jó van. Jaj, hoppa. Elnézést kérek. Én meg ugye itt szólva. Ehem. Béletlenül. Kiskutya, lehúzod rólam a ruhát. Tudom, hogy mások nagyon örülnek ennek a ténynek, de én annyira nem vagyod. Szóval átmegyünk live jazzminbe, azt nézzünk, mint hal a szatyorba, hogy... Ehe. Beperelnek minket? Azt nézel? Kell még három. Persze, természetesen, hát egyértelmű volt. Kiskutya. Jaj, ha látnátok, milyen cukin alszik. Jaj. Persze a pulcsimon alszik, mert... Hol a máshol lehetne. Így. Szóval...
Kéne keresni a nagyobb fát, ami nem így néz ki, mert ez tüskés, és ez megmérgez. Hogyha hozzáérsz. De hogy kell pihenned, hagyjál már. Nagyon szuper. Egy rönk, két rönk, három rönk. Így van. Menj. Az az izé bogár. Bogár? Vagy mi az? Na az, gyerekek, az megcsíp. Tud, az keményen. Megmar, százlábú. Nézze, mint hall a szatyorba, szintén, hogy... Találkoztam már vele. Peslaksz, mint ha halászhat oldabá. Na jó. Hű, de gyors vagyok te. Sarat kell belerakni, hát az megy. Ja, de várjátok, nem is tudok csinálni még izét, mert be kell egy tábor izé tűzi hamu. Szóval a tábortüzet is csinálnom kell. Nem kerülöm el. Az a baj viszont, hogy csak tábortüzet. Akkor... Jó sok cuccom van, te jó ég. Kell még valami? Aha. Jó, akkor... Akkor most bele a botokat. Kicsi botokat botoknak. Van itt innen annyi, hogy... Hosszú bot, az is van. Hogy deletek? Nincs elég kötél. Elhasználtam mindet. Van még valahol, aha. Harc szedek a földről. Ott van, izé. Disznyós. Elviszem aludni. Ide jött egy bokor. Na jó van. Attól én bevászok aludni. Jó, gyorsan visszanőnek itt a bokrok. Na. Mondjuk rakhattam volna mondjuk oda is, na most már mindegy.
De most jó sok cuccot itt lebontottam már, úgyhogy... Ki van tisztítva a dzsungel? Szedegetem itt a botokat, jó lesz ez. Nem befrakunk az udvarba. Aki jön vendégségbe. Nagy már ezt a rendetlenséget lássa, ugyebár. Valami mindig ide szarik az udvarra. Hát ez hihetetlen. Tényleg, rakni kell ilyen hosszú fa bot tartó izét. Hosszú bot, oké. Így, né. Hosszú botoknak is most már van állvány. Ó, hát. Nagyon szuper. Nagyon szuper, rendbe rakjuk az udvart. Egy botot se hagyunk itt. A végén megszóljanak ugyebár, hogy itt rendetlenség van az udvaromba. Na mindegy, menjünk tovább. Azt mondja, vannak rönköknek, hát az... Ezt ide rakjuk szépen. Aha. A hátsó udvarba. Így, né, jaj, tele vagyok, jó, oké. Oké, akkor már csak az kell, hogy... ezek a hangok... paranoiás leszek a végén. Aha. A fában van egy kis fa. Ezeket ide visszük. Ide így le. Így, né. És akkor... Oké. Na, egész jó, nem? Hát nem, ha gyerekek, ha nem, hát... Jaj. Volt benne ilyen izé. Nem szabad megcsípjen. Ja, már csak este nem csináltam még meg. Jaj, de jó.
Aha. Nincsen hely a hátizsákomban. Hát nagyon jó. Csináltam. Begyűjtjük. Ezt is. Nyolc. Ezt csak oda visszük. Fontos ezeket egyébként begyűjtögetni, mert hogyha mondjuk kéne, pont, ugyis alapanyag, mindig visszarakod, visszagyűjt, teszed. Sosem fogsz úgymond kifogyni. Annyiban ez előny. Hogy... Így. Csörgök. Így. Egy másodperces pillanat, csörög a telefon. Tehát szóval és tettel. Ja igen. Van rajtam valami már megint. Égyni. Mi kell van ennek az embernek? Most még semmi. Remélem nem az én kajámat eszed, mert... Akkor baj lesz, meg ne ficánkolj már itt az ölembe. Ah! Tehát. Egészségedre. Egészség. Egészségedre. Na. Jaj. Veszedelmes állat, szarab. Harapjad már. Szóval van nálam egy pár kajcsi. Megsütjük. Ez megfőtt. Ez is, és ez is. Na. Fura hangok. Igazából. Na. Oké. Nem tudom, mi volt, de jó. Oké.
Így. Hosszú bot kell, még 5 darab. Hát... Hová mész? Ja. Be akart menni a mellém aludni, így is jó. Nekem jó. Nincs kötelem. Ne. Jó, hát gyerekek, gyűjtögetni kell, nincs mese. Már megint ide szart valami. Annyi ürülékem lesz, hallod, hogy bekenhetem magamat vele, mint egy pakolást. Meg a disznók se bírnak magukkal. Aztán fut. Jó, gyorsan. Ah. Oh. Mitől néz ki így a pekar? Ilyen zöld. Konkrétan. Jó, tele vagyok, cucca. Végül is. Habár hátrább is építhettem volna a cuccost, most már mindegy. Ó, tudom már. Azt kéne csinálni, hogy csinálni kéne tábortüzet. Mondjuk oda be. Ne érje eső. A bájt azért az veszélyes lesz, de... Itt nagyjából jó lesz. Elfűtött a botom. Hát ki hitte volna. Na. Baszén. Igen, az jó. Ez kell is. Nagyon szuper, mert akkor csak azt a két kőizé bigyónak, meg a bigyó-bigyó. Ó, nagyon jó. Tele vagy leszek bigyó-bigyóval. Na jó, tehát. Szóval szerezni kell majd nagy botokat is.
Kődarab kell. Fókusztál. Na várjátok. Mi az, ami nagyon nehéz? A hús, mi? Sajnos. Sok szar. De... Meg fogok romlani, hogy ide lerakom. Egy pár percre. Még szerzek követ. Tele voltunk kővel. Menj már! Nem tud rámenni, érted? Ez... Érdekes. Minden esetre. De sziklás hely is nincs itt kő, ne szórakozzunk már. Nem tudom, hogy kell-e nagy kő. A liánt azt beszedjük azért. Ott egy hangya izé. Ez egy tatú volt, nem kell megijedni. Anyádat, de én is megijedtem, hogy elfutott. A játék ez nem tudom, hogy mi arról szól, hogy nem történik semmi. Öcsém. Viszem a követ, mint ami retardált. De te akkor most komolyan. Hűha. Menj már, ne. Nagy meg akadjál itt nekem, hallod. Nem tud ugrani se? Ó. Szent szűz, te venyereg. Menj! Hozom, mint a követ, ami a szent dolgot. És négy ilyen... Hú, na jó. Jó.
Nekünk a kicsi tűz is jelen pillanatban megfelel. Tehát... Ma berakom. Hű, de mi van nálam ennyi sokat? Nem a madártól. Konzerv esetleg. Eszünk egyet. Nem. Igen, írhatná, hogy melyik milyen nehéz, mondjuk. Egy bot hiányzik, hallod? Nem ez kell, egy bot. Na szóval. Na tehát. Akkor. Csak gyors megsütjük. És akkor... ez gyors megsült, mondjuk. Teszünk bele vizet. És 40. Jó. Ó, nagyon jó. Fehérje kell nekem, az a hús fogja adni. Gyerünk, süljetek, süljetek! Nem tudom, hogy honnan fogok köveket szerezni, na mindegy. Majd. Azt is megoldjuk. Mert itt is még van ilyen kicsi kőgyűjtő. Meg nagy kőgyűjtő. Nem lesz itt ez jó. Nagyjából jó lesz. És akkor a kicsi köveket is valahol le kéne rakni. Kettő közé jó lesz, pont el fog férni. Na. Blah. Fókusztál. Megzabálta, mert ilyen kis éjgyomros. Oké. Okay. És akkor teszek bele vizet. Meg ide is. Ebbe meg ilyen húst. Meg ebbe is húst.
Így. Ah, mindenből maxos vagyok, nagyon jó. Így, mi, megsütjük a húsokat. Nagyon levest nem lehet belerakni a... Nem. Pedig mekkora jó lett volna te beletenni levest a kulacsba. Hát mindegy. Most azért figyelni kell. Azért a szomszédból észreveszik. Pa-pa-ra, pa-ra. Megkölönöm ezt a kis egeret. Ott van. Ott vannak. Most megmutatom nektek. Itt. Nem jöttek még be a táboromba. De ugye meglátták onnan a túloldalról, hogy tüzet gyújtottam, hát végül is nem nagy vasszizdasz észrevenni. De jól láttam, akkor ketten vannak. Bocsátkodzak bele egy harcba? Vajon? Van nálam cucc. Van. Nem tudom, hogy mire várnak. Van egy íjász. Miben halt bele? Szóval a törzs íjat, az biztos jobb. Jobban fogok tudni vele lőni. A vadász.
Azt hittem, hogy már... izé. Jó, hát akkor ezek, akik itt erre járkáltak, azokat így... kiiktattuk. Úgyhogy reméljük, nem is akarnak többet közelebb jönni a... táboromhoz. Hát... tele vagyok kajával. Ami nem rossz, csak kéne egy ilyen tároló. Majd kezdek paranoiásra, hallom a hangokat. Aztán... tároló. Mondjuk ide egy ilyen... nem is ide. Milyen sok kizé kisegér? Bióca. Hol? Ja. Honnan jöttek ezek? Jó lesz az itt. Dobd már el. Botot kell belerakni, nincs botom. Ezek szerint. Így viszont nem fogok tudni csinálni semmit. Ezek nálam vannak. Száj volt eldobni. Látom, trágyával nem lesz problémám. Zelt következendő időkben. Dobd már el. Miért oda? Mindegy. Az igen. Sár. Sár kell. Az a baj, ahhoz meg kell várni, hogy leégjen a tűz, mert ahhoz hamu kell. Itt van tábor, tűz, hamu. Nagyon jó. Mennyi mindenhez kell minden? Hihetetlen. Na mindegy. Ú, amúgy amik itt leestek, ezek jók. Ez a dió. Elég jó zsíros, és azt meg lehet zabbantani. Na jó, hát én szerintem elég jól haladtunk, gyerekek, fiúk, lányok, srácok. Innen szerintem fogom folytatni következőleg. És nem ez már a videó már élhető lesz, és nem lesz vele semmi probléma. És nem fog elvészni. Úgyhogy így egyelőre ennyi lettem volna. Remélem, hogy igazából tetszett nektek. Ez a kis szösszenet, mert nekem igazából nagyon. Jaj, itt mire kattintottam. És... nekem nagyon bejött.
Nekem igazából maga a játék is nagyon tetszik. Nyilván egyébként sokkal élvezetesebb, hogyha többen játszunk, úgyhogy legközelebb így próbálok más is bevonni a játékba. Meg a sztorit végigvinni, mert a sztorit azt lehet többen is végigvinni. Maga a fő storyline-t, úgyhogy, szerintem az meg is lesz. Úgyhogy ennyi lettem volna, találkozunk következő héten is, és addig is jók legyetek. Igen, hogy jók legyetek, és sziasztok!